Az MSZP párbeszéd és a DK között létrejött megállapodás nem kötelezte Molnár Gyulát arra, hogy a DK frakciójába üljön. Ezt válaszolta az MSZP híradónk megkeresésére azok után, hogy Molnár Gyula, a szocialisták egykori elnöke, az Egyenes beszéd adásában a feje felett kötött megállapodással magyarázta, hogy ha nyer a választáson, akkor a DK frakciójában folytatja. Molnár szó szerint úgy fogalmazott, akarta fene DK-s lenni. Én biztosan, azt szeretném mondani, hogy én biztosan nem csábítottam el Molnár Gyulát. Akarta fenedékás lenni. A reakciók előzménye az, hogy az MSZP korábbi elnökének pártagságát felfüggesztette a pártja, mert Karácsony Gergely, Tóth Bertalan és Gyurcsány Ferenc megállapodása értelmében 2022-ben Molnár a DK frakciójába ül majd be. A Politikus Egyenes Beszéd című műsorunkban ezzel kapcsolatban azt mondta, a pártvezetők úgy írták alá a megállapodást, hogy őt erről nem kérdezték, most pedig nem érti, mi a probléma, hiszen csak végrehajtotta a kérést, hogy induljon a választáson, és elfogadta a felkérést, hogy majd üljön be a DK frakcióba. Összinte mondom, harcolni fogok az utolsó percig, tehát ha valaki arra számít, hogy most felállok, akkor nem állok fel, állok a vizsgálat elé, és be fogom bizonyítani, hogy én jártam-e pártszerűen. Mert hogy etikai vizsgálat következik. Korábban egyébként Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke azt mondta, Molnár Gyula döntött, a párt tudomásul vette, sok sikert kívánnak neki. Híradónknak most azt írták, a megállapodás nem kötelezte Molnár Gyulát arra, hogy a DK frakciójába üljön. Molnár Gyulának az MSZP párbeszéd jelöltjeként DK támogatás nélkül is nyerési esélye lett volna. Molnár Gyula így ezt a megmérettetést nem vállalta, személyes döntést hozott, a DK frakciót választotta. Gyurcsány Ferenc ügyesen lop malacot az MSZP-től, ez Záruk Péter Farkas mondta híradónknak. Ereje megvan hozzá, és egyszerűen az MSZP-nek kifogyott a karrierkínálata. A meglévők azok próbálják tartani pozícióikat, de országosan hosszú távú karrierkínálatot a vidéken lévő MSZP-sek, vagy az országgyűlési listákról a kiszorulók már sokkal inkább Gyurcsány Ferencben és pártjában látják, mint sem az MSZP-ben. A politológus úgy véli, ha az előválasztásokig lejátszódnak a meccsek, az az ellenzék számára szerencsés. Mint mondta, aki talpon marad, azok közül fognak választani. Az előválasztás is egy választás. Amelynek a szakértő szerint része, hogy a pártok egyezkednek. Horn Gábor ugyanakkor kifejtette, fontos lenne, hogy az ilyen ügyekben a szereplők kiálljanak és elmondják, mi történt, hogy a szavazók ne veszítsék el a bizalmat. Nyílt kártyákkal kell játszani. Szerintem ennyi az egész, én azt tanácsolnám, ha tehetném. Mondjuk most az MSZP-nek, hogy álljon elő a történettel, akár a két kollégával közösen, mondják el, mi történt, mondják el, ha hibáztak, mert nyugodtan elképzelhető ez is, és vigyék tovább a történetet, mert semmi tragédia nem történt, csak mi választók elvárjuk, hogy velünk tisztességesek legyenek. Horn arra figyelmeztetett, bár ez még csak az előválasztás, de jóval nagyobb a tét, mint amit sokan gondolnának.